Úgy gondolom már mindenki alig várta, hogy vége legyen ennek a 2020-as évnek, hiszen eléggé sok dolog nehezítette meg az emberiség mindennapjait, és reméljük, hogy a következő év nem lesz ennyire balszerencsés. A legrosszabb dolog, ami végig kísérte ezt az évet, kétségkívül az új koronavírus megjelenése volt, amely ha bár nagyon veszélyes, még csak a közelébe se ér ezen listán szereplő vírusok veszélyességi szintjéhez. Sziasztok, srácok, lányok, én Buzakalász vagyok, és a mai videóban bemutatom a világ leghalálosabb vírus, de mielőtt belevágnánk a videóba, meg szeretnélek kérni, hogyha szeretnél hasonló tartalmakat látni, nyomj egy lájkot erre a videóra, és mindenképp iratkozz fel a csatornámra. Nem húzom tovább az időtöket, vágjunk is bele! Tizedik. A dengivírus. A dengiláz a dengivírus által okozott fertőző megbetegedés, amelynek két formáját különböztetjük meg: a klasszikus lázat és a vérzéses dengilázat. A klasszikus forma az egész világon jelen van a trópusi területeken, míg a vérzéses forma leginkább Ázsia déli részén fordul elő. A dengivírust vírust az ázsiai tigris szúnyogok terjesztik többek között, és az általa okozott lázat csontörő láznak is nevezik, mivel olyan erős fájdalmat okozhat, hogy a beteg úgy érzi, mintha eltörnének a csontjai. Évente 50-100 millió ember is fertőzötté válik, főleg Dél-Ázsiában, például Tájföldön és Indiában, és a helyzet az, hogy legalább 2 milliárd ember él azon a területen, ahol a betegség fenyeget. Halálozási rátája abban az esetben, ha korán felismerik, 1%-os. 9. a KFDV vírus. A KFDV vírus, vagy teljes nevén a Kiasanur erdei vírus, főként India nyugati felében pusztít, és itt is fedezték fel 1955-ben. Ami biztos, hogy a kullancsok terjesztik a kort, de a tudósok szerint nehéz meghatározni egyetlen közvetítőt, és feltételezik, hogy a patkányok, madarak és vadisznók is gazdaállatok lehetnek. Ember esetében a fertőzés magas lázat, fejfajást, izomlázat és vérzéseket is okozhat. Halálozási rátaja 5%. 8. A SARS A súlyos akut légzőszervi szindróma egy emberi légzőszervi betegség, amelyet egy humán koronavírus okoz, de figyelem ez nem összetévesztendő a SARS-CoV-2-vel, amelyet COVID-19-nek is neveznek, és amely jelenleg is végig söpör a világon. 2003 elején a kínai Kuangtun tartományból indult, és a WHO adatai alapján 8096 megbetegedést okozott 37 országban, és halálozási rátaja 6-7 százalék. Hetedik a Machu póvírus. vírus a Machupo vírus a bolíviai vérzéses láz, vagy más nevén a fekete tifusz kórokozója, és ahogy neve mutatja a fertőzés hatására magas láz kíséretében, erős vérzés keletkezik. A folyadék és vérvesztés következtében sokos állapot, vese, légzési és keringési elégtelenség alakulhat ki, és vérsűrűsödés jöhet létre. Halálozási rátája igen széles, ugyanis lehet akár 5 vagy akár 30%-os is. Hatodik a hantavírus. A hantavírust az 1951-53-as koreai háború alatt fedezték fel, ugyanis ez sújtotta az ENSZ hadseregét. Az ember az állati vizelettel szennyezett vízzel vagy talajjal érintkezve fertőződhet. A kórokozó legtöbbször a légutakon keresztül hatol be a megszáradt vizeletből képződő porral együtt. Földrajzi eloszlás szerint Európában és Ázsiában évente átlagosan 100 ezer esetet regisztrálnak, viszont Magyarországon 1952 és 1993 között 191 esetet észleltek. A fertőzés gyakorisága esős évszakok, illetve árvizek esetén nő, a fertőzés tünetei a fejfájás, rossz közérzet, izomfájdalom, magas láz, kevés vizelet, átmeneti vesekárosodás, veseelégtelenség és tüdőszindróma halálozási rátája 36 5. Fekete himlő A fekete himlőt régen egyszerűen csak hímlőnek hívták, viszont egyáltalán nem olyan, mint például egy bárány vagy rózsa himlő. Ez annál sokkal halálosabb. Az emberiség történetének egyik legpusztítóbb ragályos korokozója. Halálozási rátája az óvilágban, Kolumbusz utazásai előtt mindössze 15-20%-os volt, Még az új világban rendkívül magas, gyakran 40-80%-os is lehetett, és a túlélő közül sokan, mint például Kölcsei Ferenc, megvakultak egyik vagy mindkét szemükre. Szerencsére ez a vírus nagyon kevéssé változékony, így sikerült a védőoltást felfedezni. A betegek erős fejfájást, lázat, levertséget érezhettek. A betegeken kiütések jelentek meg, amik főképpen a végtagokat érintették. A piros kiütések először holyagokká, majd gengyülemek kialakultak. Negyedik a hív. A hív vagy teljes nevén a humán immundeficiencia vírus a retrovírusok közé tartozó két faj, a hív 1 és hív 2 összefoglaló neve. A mai világban alig, hanem a hív a leghalálosabb vírus, becslések szerint 32 millió ember életet követelt a hív fertőzés, amióta az 1980-as évek elején először azonosították. Nagyon erős gyógyszerek teszik lehetővé, hogy a hív fertőzöttek még hosszú éveken át életben maradjanak, azonban a betegség tovább Továbbra is pusztító az alacsony és közepes jövedelmi országokban, ahol az új HIV fertőzések 95%-a megjelenik. Például Afrikában majdnem minden 25. felnőtt HIV-fertőzött, ami a HIV-fertőzöttek kétharmadát adja világszerte. Míg a vírus megjelenése környékén akár 70%-os is lehetett a halálozási ráta, már a szerencsére csupán 5%. Harmadik veszettség. Valószínűleg itt is felkaptad a fejed a veszettség halatán, hiszen hogy a fenébe lehet ennyire halálos ez az apró dolog? Már rengeteg emberről hallottál a környezetedben, aki elkapta már a veszettséget, még sincs semmi bajuk. A helyzet az, hogy nem mindenhol megy ennyire a vírus ellátása. Noha az 1920-as években bevezették a háziállatok veszettség elleni védőoltását, és ennek segítségével sikerült a betegséget rendkívüli módon visszaszorítani, a fejlett országokban természetesen. A a betegség súlyos probléma maradt Indiában és Afrika bizonyos részein. Például, ha téged harap egy veszett állat, biztos, hogy azonnal ellátáshoz jutsz, viszont például Indiában vagy Afrikában ez nem ilyen egyszerű, és ha valaki nem kapja meg a szükséges kezelést, akkor 100% a valószínűsége, hogy belehal a betegségbe. Egyébként a vírus az agyat támadja meg, és ebből kifolyólag lehet ennyire veszélyes. Még egyszer hangsúlyozom, amint egy illető nem jut megfelelő kezeléshez, és megjelennek a tünetek, 100% hogy belehal. Második ebola vírus. Az ebola vagy ebola vérzéses láz egy súlyos, magas halálozással járó fertőző betegség, amely egyszerre ütötte fel fejét Szudánban és a kongói demokratikus köztársaságban 1976-ban. Az ebola vírus vérrel, egyéb testnedvekkel, illetve fertőzött ember vagy állat szöveteivel terjed. A betegség eleinte klasszikus vírusfertőzés tüneteivel jelentkezik, például láz, izomfájdalmak, majd kialakulnak a vérzéses lázra jellemző tünetek, mint a hasmenés, hányás, fokozott vérzékenység, végül többszervi elégtelenség és keringési sok alakul ki. Kezelése eleinte nem volt megoldott specifikus terápia nem állt rendelkezésre. Azonban már a 2014-es nyugat-afrikai ebola járványt követően sikeresen tesztelték az ebola ellenes védőoltásokat. A WHO szerint az egyik törzs, a resztoni ebola vírus még meg sem betegíti az embereket. A bundibogyói ebola vírus esetében esetében viszont a halálozási arány akár 50%-os, és a szudáni a vírus esetében akár 71%-os is lehet. Első Marburg vírus A kutatók 1967-ben azonosították a Marburg vírust, amikor kisebb járvány tört ki Németországban olyan laboratóriumi dolgozók körében, akik Ugandából importált fertőző majmokkal kerültek érintkezésbe. Ez a vírus egyébként nagyon hasonlít az ebolához, abból a szempontból, hogy mindkettő vérzéses lázat okozhat, és mindkettő rendkívül halálos. A fertőzött személynél magas láz alakul ki, és testszerte vérzések jelentkeznek, ami végül sokkot, szervi elégtelenséget vagy halált okozhat. A halálozási ráta az első járvány kitörés során 25%-os volt, azonban a kongói demokratikus köztársaságban 1998 és 2000 között kitört járvány, és az Angolában 2005-ben kitört járvány esetében a WHO szerint a halálozási ráta meghaladta a 80%-ot. Na de köszöntem szépen a figyelmet, srácok, én buzakalász voltam. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomjátok be a csengőt. Találkozunk a következő videómban. Sziasztok!